Szeretettel köszöntök mindenkit, Novák Marcsi vagyok, szenior tréner, gerontoandragógus, és egy virtuális szenior tornára hívom a kedves nézőket. A gyakorlatok végzése közben fontos azt megemlítenem, hogy mindenki úgy végezze a gyakorlatokat otthon, hogy biztonságos körülmények között tudjon ez a dolog működni, és vegyük figyelembe a saját testünknek a jelzéseit, annak megfelelően végezzük a mozgást. Jó, kezdjük is el a tornát, szívjunk be egy levegőt jó mélyen az orron át, és fújjuk ki szájon át. Orron át beszív a levegő, megnyújtózunk jó magasra, és kifújjuk. Beszív a levegő, jó mélyen megnyújtózunk fölfelé, kifúj, és még egyszer beszívjuk a levegőt, megnyújtózunk fölfelé, kifújjuk, és kihúzzuk magunkat, elkezdünk picit helyben járni. Ellentétesen mozognak a karok és a lábak, és helyben járás közben elkezdjük érinteni ellentétes kezünkkel a megemelt ellentétes oldali térdünket. És utána marad a tempó, és azonos oldali térdünket érintjük. Ha valakinek gyors vagy lassú a tempó, nyugodtan tud rajta variálni egyéni ütemben. Az a lényeg, hogy rögtön cseréljük meg, keresztbe érintjük. Jó, megint azonos oldali. Ezzel a gyakorlat sorral kicsit összehangoljuk az agyféltekéket is, és hangolódunk a mozgásra, és keresztbe érintjük. Keresztbe. Jó, és rázzuk le, lazítsuk le kicsit kezünk, lábunk. És körözzünk hátra a vállunkkal, próbáljuk jól fölhúzni a fülünkhöz a vállakat, hátra tolni, összezárni a lapockákat és tolni lefelé. Hátra körzünk, hátra, tegyük a vállunkra a kezünket és vállra tartással folytassuk a hátra körzést. Hátra húzzuk. Próbáljuk nyitni a mellkast, itt zárni a lapockákat és lazítani. Közben jó mély levegőt beszívunk orron át és szájon át kifújjuk. Csak a bal könyök köröz hátrafelé, és nézzünk is utána, és a jobb könyök hátra. És váltva körzünk hátra, utána nézzünk másik oldalra is, és még egyszer mind a két oldalra. Jó, engedjük le a karokat, és nyújtott karral jó nagy karkörzés hátra, nyissuk a mellkast, és jó mély levegőt szívjunk orron át be, és szájon át fújjuk ki. Jó, utolsó, lazítsuk le a karokat, és szorítsuk össze a farizmokat. Szorítsuk össze, és lazítsuk el, oda is tehetjük a kezünket a farizmokra, hogy érezzük, hogy megfeszülnek, és ellazulnak. Jó, megfeszítjük a farizmokat, és ellazítjuk, megfeszítjük, ellazítjuk, megfeszítjük. Jó, tartsuk meg a farizomszorítást, zárjuk a lapockánkat, és elő sarok lábúj érint a talajhoz. Sarok, lábúj, sarok, lábúj. Közben fejtetővel nyújtózunk fölfelé, fej a gerincnek a meghosszabbítása. És megcseréljük másik lábérint előre. Sarok, lábúj, sarok, lábúj. Jó, csere, és picit körözzünk a bokánkkal egyik irányba. Ilyenkor az egylábos gyakorlatoknál, hogyha valakinek szükséges és biztonságosabb úgy, hogy megtámaszkodik, akkor nyugodtan egy stabil székre, asztalra támaszkodjon. Jó, kicsit lépjünk helyben, és lazítsuk le, rázzuk le, kényelmes terpeszállásban helyezkedjük el, szorítsuk össze a farizmokat, zárjuk a lapockánkat, tegyük oldalsó középtartásba mind a két kezünket, és érintsük meg a vállunkat, és nyújtsuk ki a karokat. Váll érint, és nyújt, közben végig szorít a farizom, köldökünket is egy nagyon picit behúzzuk, tónusban tartjuk a gerinc tartóizmait, és fejtetővel nyújtózunk fölfelé. És érintjük a vállunkat, és nyújt a karjó. Itt nagyon figyeljünk arra, hogy a vállunk ne csúszson föl a fülünkhez, hanem próbáljuk meg tartani lent, és zárjuk össze a lapockákat. Jó, fordítsuk lefelé a tenyereket, és így közelítjük a törzsünkhöz, hajlítva a karokat. Közelít, és nyújt, közelít, és nyújt, közelít, és nyújt, hajlít, nyújt. Jó, és lazítsuk le egy picikét, lelazítjuk a karokat. Jó, megint oldalsó középtartás, fölfelé fordítanak a tenyerek, és váltva érintjük a vállakat, váltva érintjük. Közben végig szorítjuk a farizmot, és próbáljunk arra is figyelni, hogy a lábfejek pedig egyenesen előre nézzenek, jó? Talpérek külső része párhuzamos legyen egymással. Oldalsó középtartás, lefele fordítjuk a tenyerünket, figyelünk a vállunkra is,
és hajlít, és nyújt a kar. Hajlít, és nyújt, hajlít, és nyújt, hajlít. Nyújt, na még négyet. Hármat. Próbáljuk vízszintesen tartani a felkarokat, és lazítsuk le. Gyorázzuk le picit, lazítsuk le. Kicsit helyben is lépkedhetünk, lábunkat is megmozgatjuk, maradunk még kényelmes terpeszállásban, lábfejek egyenesen előre néznek, farizom szorít, oldalsó középtartásból derékszögbe hajlítsuk be mind a két kezünket, karunkat, és onnan fordítsuk fölfelé. Jó, mintha integetni akarnánk. És vissza le. Itt ami nagyon fontos, hogy a vállunk ne csúszson föl, illetve, hogy a könyök ne essen be, hanem próbáljuk meg vízszintesen tartani. Jó? Szóval emeljük a karokat fölfelé, és vissza le. Emeljük, és le. Nagyon húzzuk lefelé a lapockánkat, a vállakat, zárnak. És próbáljuk vízszintesen tartani. Ha nem tudjuk teljesen fölemelni csak idáig, mert feszülést érzünk bárhol a vállövben, vagy van bármilyen vállövi problémánk, semmi probléma nincsen, mindig fájdalom küszöbig végezzük a gyakorlatokat, és nagyon kell figyeljük, kinyújtjuk, és lelazítjuk. Jó? Picit rázzuk le, lendítsük a karokat előre is, oldalt is, keresztbe. Jó, és utána tegyük csípőre a kezünket. Zárjuk a lapockát, szorítsuk meg a farizmokat, és csak billentjük oldalra a fejünket. Picit tartsuk meg, közelítsük a fülünket a vállunkhoz, és vissza közép, másik oldalra billent a fej. Közép, és billent. Picit megtart, közép, billentjük. Közép, és csak fordítsuk oldalra, fordít, mintha hátra akarnánk nézni a vállunk mögé, középen megtartjuk, és vissza másik oldal, és közép. Annyira forduljunk csak hátra, hogy érezzük, hogy nyúlnak a nyakizmok, de ne feszítsük azért túl, és vissza, másik oldal. Jobb billentsük oldalra, és elő félkörében gördítsük át a másik vállhoz, hátrafelé nem kell, és nagyon lassan vissza a másik irányba. Közben egyenletesen vegyük a levegőt, és lassan gördítsük. Jó, vissza középre, húzzuk ki magunkat, és körözzünk hátra, jó nagy karkörzéssel. Jó, mélyre szívjuk be a levegőt, lazítsuk el. Kicsit mozgassuk meg a lábunkat is. Kicsit nagyobb terpeszállásba kiléphetünk, szorítsuk össze a farizmokat, karokat váratartásba helyezzük el, és hajlítsuk oldalra a törzsünket, vissza közép, és másik oldal, hajlít. Közép, itt nagyon fontos, hogy szorítsuk a farizmot, és a köldökünket is egy nagyon picit húzzuk be, éppen csak annyira, hogy mellette azért rendesen tudjunk még levegőt venni, és folytassuk. Hajlít a törzs, közép, hajlít, közép, hajlít, közép, és hozzátesszük a karvariációkat is. Nyújtózunk a karral is, fül mellé, miközben hajlít a törzs, és vissza közép. Nyújtózunk, miközben hajlít a törzs, vissza közép. Nagyon szorítjuk a farizmokat, köldök picit behúz, és a fejünket sem engedjük előre esni, hanem tartjuk a gerinc meghosszabbításában, és nyújtózunk vissza közép, nyújtózunk közép, nyújtózunk közép, na még egyet. Jó, és lelazítjuk. Lazítsuk le. Jó, kezeket ide előre hozhatjuk, még ökölbe szorítva, és lassan fordítsuk oldalra a törzsünket, csavarjuk meg, és az nagyon fontos most a farizom szorítás, köldökbehúzás mellett, hogy a medencénk az végig előre fele néz, jó? Tehát az nem mozdul el, két csípő lapát az végig előre fele néz, és ott fordítjuk oldalra. Fordít, és mindig, mikor elfordítjuk, akkor fújjuk ki a levegőt, középen beszív, oldalt kifúj, beszív. Kifúj, beszív, kifúj. Közben maradt ott az ökölbe szorítás, beszív. Kifúj, beszív, kifúj. Jó? És most összeérintjük az újbegyeket, és így folytatjuk ezt a mozgást, jó? Tehát újbegyeket szorítjuk össze, és úgy fordítjuk a törzsünket oldalra, és másik oldalra. Fordítjuk, és szorítjuk össze az újbegyeket, és fordít a törzs, nagyon szorít a farizom, köldökbe húz. És fordít, 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 na még egyet mind a két oldalra, és lelazítjuk. Jó,
kicsit lazítsuk le, rázzuk le kezünket, lábunkat. Lelazítjuk, lerázzuk. Jó, csípőszélesnél egy kicsit nagyobb terpeszállásba helyezkedjünk el. Az nagyon fontos, hogy a lábfejek egyenesen előre nézzenek, és picikét hajlítjuk majd a térdünket, de nem kell mélyre menni, nem kell legugolni. Sőt, ha biztonságosabb, akkor nyugodtan most kapaszkodjunk meg egy székben, asztalban. És az a fontos, hogy az, amiben támaszkodunk, stabil legyen, hogy ne legyen belőle billenés. És hajlítsuk a térdünket, ami nagyon fontos, hogy nem előre toljuk a térdeket, hanem inkább a fenekünket hátra, mintha leszeretnénk ülni a kanapéra, de nem tesszük meg, hanem vissza föl. Egy biztonsági pont lehet, hogyha ezt a kanapé fölött gyakoroljuk, mintha hozzá akarnánk érinteni a kanapéhoz, vagy a széktámlájához a fenekünket, és aztán föl egyenesedünk, mikor jövünk föl, megfeszítjük a farizmokat. Picit hajlít, és megfeszít a farizom. Hozhatjuk előre is a karokat, picit segít a stabilizálásban. És a súlypontunknak a legnagyobb része az inkább a lábfejeknek a hátsó részén legyen, jó? Ezzel kiszűrjük azt, hogy ne előre toljuk a térdünket, jó? Tehát ha akarnám, meg is tudnám emelni a lábujjaimat. És szorít a farizom. Picit hajlít. Szorít a farizom. Hajlít a térd. Csak annyira menjünk le, ahonnan még biztonságosan vissza tudjuk magunkat tolni. Utolsó, szorít a farizom. Hajlít a térd, megfeszítjük, és kicsit mozgassuk meg a sarkakat, emeljük el a talajról. Lábúj marad a földön, egyenes a gerinc, fejtetővel nyújtózunk, váltva emelgetjük a sarkakat, egyenletesen vegyük a levegőt, és utána csak a lábfejünket emeljük el. Lábfejemet picikét, mintha ütnénk a ritmust, ez nagyon-nagyon fontos, a lábfej megemelése szöge, lábfej megemelésének a szöge miatt ez a gyakorlat. Picit emeljük fölfelé, és ha megvan a mozdulat, akkor már ne is nézzük, hanem egyenesen előre nézzünk, fejtetővel nyújtózva fölfelé. Csak egyik láb, picit ütjük a ritmust, picit, picit, picit. Megtartjuk, és próbáljuk fölhúzni a lábfejünket, és lelazítjuk. Másik láb, picit ütjük a ritmust, megtartjuk, húzzuk fölfelé, húzzuk, húzzuk, és utána lelazítjuk. Jó? Hátra fogjuk emelni a lábunkat, csak hátra, még nagyon fontos, hogy behúzzuk a köldökünket, szorít a farizom, és mindjárt hozzá kapcsoljuk a karokat is. Méghozzá hátra emeljük a bal lábunkat és a jobb karunkat magas tartásba, és úgy picit húzzuk hátra, és vissza le. Jó, másik kar lehet csípőn, húzzuk picit hátra, vissza le, húzzuk hátra, vissza le, húzzuk hátra, és le. Próbáljuk a karokat fül mellé emelni, a lábakat pedig csak addig emeljük meg, ameddig a medencénk nem billen el, jó? Tehát próbáljuk meg tartani, köldökbehúzást, és picit fül mellé emelni a karokat, váltva. Hogyha egyensúly problémája van valakinek, akkor úgy csinálja a gyakorlatot, hogy pontoz hátul a lábával. Jó? Váltva emeljük picit, és vissza le. Csere, hátra emeljük, és le. Próbáljuk fül mellé húzni a karokat, és le. Hátra emel, vissza le. Na még egyet mind a két oldalra. Jó, és lelazítjuk, kifújjuk a levegőt, és beszívjuk, kifúj, beszív, kifúj a levegő, és beszív. Jó, és egy jó nagy karkörzés hátrafelé. Testsúlyunkat helyezzük át egyik lábunkra, a súlyláb, amelyiken a testsúlyunk van, enyhén lehet hajlítva, másik lábunkat tegyük ki előre, feszítsük a térdünket, és pipál a lábfej, és onnan megemeljük előre picit, csak addig, ameddig nyújtva tudjuk tartani a térdünket, és onnan hozzuk oldalra, és picit emeljük meg, hátra hozzuk, és onnan is hátra emeljük egy picit, de fontos, hogy a medence nem billen bele, és lábtartás csere. Helyes testtartásra ugyanúgy figyelünk, picit megemeljük előre, vissza letesszük oldalt, emel, vissza le, hátul, és nem is az a fontos, hogy jó magasra megemeljük, picit hajlíthatunk közben pihenésképpen.
hanem az, hogy kontrollált, lassú legyen a mozgás, és érezzük, hogy dolgoznak az izmaink. Picit megemeljük előre, nagyon feszít a tér oldalt, picit lazítunk, és hozzuk föl oldalra, közép, és hátra. Jó, és picit hajlítunk, lábtartás csere. Feszít a térre, emeljük előre, vissza középre, oldalra, vissza középre, hátra, na még egyszer mind a két oldalra, és emeljük előre, le, oldal, le, hátul, és csere, feszít a tér, előre emel a láb, vissza közép, oldal, letesszük, és hátra, jó, és hajlítjuk a lábat, lerázzuk, pihenésképp kezdjük lábunkat, és lazításként jó mélyre beszívjuk a levegőt, és levegő kifújásra picikét hajlítjuk előre, illetve döntjük előre a törzsünket, és beszívjuk a levegőt lábujjhegyen, megnyújtózunk jó magasra, kifúj a levegő, rendít a kar, mintha el akarnánk rugaszkodni, lábujjhegyre emelkedünk, kifúj a levegő. Jó, még egy utolsó, és lazítsuk le, rázzuk le kezünket, lábunkat, egyenletes légzésre figyeljünk oda, jó, kicsit mozgassuk át magunkat, helyezkedjünk el természetes testtartásban, húzzuk ki magunkat, zárjuk a lapockát, farizom összeszorít, lábfejek egyenesen előre, fejtetővel nyújtózunk, és nem felejtünk el az arcizmokról sem, tehát mosolyogjunk. Kedves evek, egészségükre, és minden jót, további szép napot kívánok!